Igazítjuk magunkat, aztán lehet beszélni. Jó, már megy a felvétel. Tudtam én, hogy megy a felvétel. Jó. Na sziasztok gyerekek, jó reggel kívánok. Fritten, fritten és édesen fölkelve. Alig várom, mindjárt nyílik a... Mondjad. Mi ez? T-mobil. Hát a Szirába hívogatjátok, hát ne, egyrészt nem fogom felvenni, itt van a SIM-kártya a kezembe. Másodszor, mert megyek és letiltatom, és egy darabig nem lesz mobiltelefonszámom. Na, úgyhogy erről ennyit. Ez a része oké. Okay. A Facebook a második. Ugye tiltottam a Facebook oldalamat, magyarul felfüggesztettem, és 13 nap múlva lejár a jogosítványa, maximum megszűnik, és akkor így hivatalosan nem leszek rajta Facebookon. És egyelőre nem tervezek visszamenni, mert amíg ott is hülyék vannak, egyre több hülye jött, egyre többen és férfiak, tehát nem nők, férfiak. Hát én is észrevettem úgy azokat a stílusokat, írásokat is, hiába női névvel regisztrált, meg minden. Észre lehet venni, hogy ugyanaz a személy is egyírta. Na mindegy, ezt tártam, mert a Facebookot is töröltem. Tehát minden egyes kommunikációt én a külvilággal meg szeretném szüntetni veletek. Tehát egyetem. Ez van. Volt egy pár normális ember, és ugye az is egy másik csoportba elkezdett fikázni. Gyűlölni. Jól mondom, akkor ebből elég, az összes álismerősömet, az úgynevezett álismerősömet töröltem Facebookról, mai nap folyamán hétfőn meg is fiók felfüggesztés, nem felfüggesztés, hanem tiltásra került. Magyarul nem leszek ott a közösségi média felületeken hivatalosan, én legalábbis nem, egy darabig. Hát ez halott ötlet, mint a csóknak, érted, vagy fordítva. Hát, nem tudom, ennyi meleg van homokos, érted, bazd meg, hogy velem foglalkozik. Ennyire szerelmesek vagytok belém. Mert ugye, nem mondják, hogy hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba, hát nem mondom, abban néznek, nézd meg a nézettségi adatokat. Piszkálnak. Paródiát csinálnak rólam. Csinálják. Előbb-utóbb az úgyis le fog hűlni. De ha nem akkor így jártatok, akkor nem lesz megnyitva a chat, és akkor semmi. YouTube-on sem lesz megtilt, engedélyezve a komment, stb. Székely Vegánnál is azt állítólag, hogy aki nem tudod, hogy az a 30 éven fölüli hülye gyerek, aki ilyen kiskorából lesz, tehát egy című rovat, és akkor azért trollkodik, ő nem troll, persze. Ja. Meg ő nem néz engem, stb. Ha akkor velem foglalkozik be, és én nem foglalkoztam sose vele, csinálja. Az ő dolga. Még lehet, hogy tényleg Piszkatelnek van igaza, hogy nem ő kezdte, hanem az a hülye gyerek, aztán ő a tűzoltóságnál van, érted? Ilyenek. És akkor a mai 18 évesekről, mert nem is beszélünk, akik majd később is oda fognak kerülni, vagy hivatalos állásba fognak kerülni, akik most trollkolnak, mert azt hiszik, hogy ez jó, lepőtségem 300 ezer. Mert kirakok mindent. Ennyire szeretnek, ugye? Ha erre nem lenne igény, rám nem lenne, akkor nulla nézettségem lenne, és feliratkozó számom. Nem is a feliratkozó számom számít nálam, hanem a nézettség. De hát legutóbbi videóm, jó, most fényesebb lett, saját csatornám, mert rámegyek, 893 az Elég volt belőletek című videó, meg a semmi közöttök hozzá, és 800 megtekintés. Előrendeltem a FIFA 18-at, azt vált a legtöbbüknek, azzal lehetek negatívan. 89 dollárért megvásároltam. Miért más megvásárol a GTA-t is 60 euró vagy dollárról, minden Steam ugyanúgy számolja, hát nincs különbség a kettő között. Valaki a Forma 1-et veszi meg, és akkor őt biztos, hogy csípja a szemüket, meg hogy csináltassa meg a fogalmat, hogy ahhoz képest megveszem egy 100 dolláros játékot. Egy, arra költöm a pénzem, amire akarom, ugye mondtam a videóban, kettő, a rühelső disznóképemet nem muszáj nézni, nem mondtam én senkinek, hogy kötelező engem nézni, nem tetszik Eller Kartit, ha ennyire buzi vagy, szerelmes vagy belém, ennyire szeretsz, akkor nézz. És mit tudjak ezzel csinálni? Aki nem igen, nem legyen magára. Csinálj csatornát, és mondd el a véleményemet róla, ne nem az, hogy kiraksz egy videót aztán.
mert az ugye beírod a nevemet mellé, és akkor megnézik 500-an vagy 1000-en többen, mint az én eredeti videóimat. Ennyi az érdeklődés irántam. Különben a kutya se nézne, akkor te se raknál ki róla paródia videót, vagy összefoglalót, vagy bármit a csatornádra. Mert mit tudom én, megnézik az adott videót, a 15-en az enyémet meg 500-an. Azért nem mindegy a ráta. És akkor én vagy, és akkor engem molesztálnak. Nem. Ez ad nekem erőt, nem, meg a pufillek vár. Ad erőt nekem ahhoz, hogy én tovább folytassam a tevékenységemet. Kész. Van egy-két hülye, akinek nem tetszik, hogy nekem nézettségem van. Gondolom én. Nem tetszik az, hogy mert telefont veszek, nem tetszik az, hogy 300 ezer számítógépen van, ami már nem ér annyit, felesre annyit ér. Nem tetszik neki, hogy 100 ezer forint megtakarításom van. Nem tetszik az, hogy kamerát akarok venni, vagy ha veszek, vagy semmi nem tetszik itt már senkinek. Elég volt. Facebookon is mindenféle hülyeséget írnak, az álbuzik. Nem is igazi buzik, vagy buzik, az kész. A férfival velem foglalkoznak. Nem az ellenkező nemmel foglalkozó, hanem velem. Na, erről is látszik, hiába van barátnő, mert minden is akkor írogatjátok azért. Elküldik a chat screenshotot, hogy a Blake-ból írogat, rólam. Mi ez, ha nem buziság, és lehet, hogy csak azért barátnőd van, nem is igazi. Én már nem tudok se, én senkinek se hiszek már. Hiszékeny voltam, és megkaptam. Tessék, ez van, megkaptam. Elején se kellett volna semmivel se törölnem. És most ezzel le is zárom ezt a szakaszt. A csatornámon azt csinálok, amit én akarok, nem mondja meg nekem azt senki. Nem tetszik a képminőség, most megveszem azért is azt a rohadt kamerát. T-mobilnál lehet kapni. Hasonló összegben, bemegyek, megkérdezem, van-e? Ha van, akkor megveszem. Ennyi. Költök akkor 60 ezeret. Meg költök egy játékra 30 ezeret. Mi közöttök hozzá? Borotválkozom is kéne. Az úgynevezett rajongói csoportban is meg elkezdenek fikázni. Facebook oldalon meg úgy azok a személyek megisteníteni. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Ugye Orbán Viktor szavajárása volt régen. Most már az se. Én ezeket nem vagyok felhálló, mert velem foglalkoznak. Fenntartatok a víz felett, mert néztek. Képeket, mindent magatok közt megosztotok, stb. Csináljátok, ti dolgotok. Én már meg fogok szüntetni tényleg mindenféle kommunikációt a külvilággal, YouTube-ra jelentkezek, és akkor ennyi. Ennyi a történet. Mert nem éri meg az idegeskedést, nem éri meg a fáradtságot. Rajongás, Istenem, jaj, rajongás, persze, egy rajongás. Irítség van bennetek, tudom én azt. Ennyi. Ez volt a baj forrása, ezt megszüntetem ma, már úgyis nyitva van szerintem 8 óra, most 9-kor nyit. Bemegyek a T-mobilhoz és letiltatom a számot. Ennyi délelőtt folyamán, közcsapolom. Megvan oldva a probléma. Ennyi. Látom, a román is néz, köszönöm szépen. És azt mondják, hogy fejezzem be, hagyjon bomba, takarodjak a YouTube-ról. De miért takarodjak a YouTube-ról? Hát nézve, mekkora nézettségem van. Ami nem takarodok a YouTube-ról. A YouTube az bárkinek nyitott, bárki létrehozhat egy csatornát, más fikázhat, vagy tölthet föl produkciókat, vagy bármit, az ő dolga. Látod, én se vágom meg a videóimat, úgy föltöltöm, ahogy van, az kész. Így is megnézik, 800-an. Utóbbi két videóm, már lassan 2000 összmegtekintés van rajta. Blake is elkezd velem rólam beszélni, elküldik a videókat, róla említ, meg én minden nem nagyon nézem, de elküldik a videót. Tudok mindenről. Nem maradok le semmiről, ami nagyon fontos lenne. Ja, csak az a baj, hogy nem nők imádnak, nem azok néznek, hanem a homokosok foglalkoznak velem.
az együgyűek, aztán én vagyok az együgyű. Meg ez a telefonos botrány, ha meg én védekezek, akkor meg én vagyok bajba. Amondom, akkor a Facebookot megszüntetem, azt csókolom. Én megpróbáltam veletek kommunikálni, de elcsesztétek a lehetőséget, elbasztátok, ahogy lehet, mint ahogy mondani szokás. Ki vett, ki mit vett, úgy aratja. Ilyen. Yeah. Na. Hát a nagyoknál is biztos megvan ugyanez, vagy hasonló, és ők máshogy kezelik, mint én. Nekem az a baj tényleg, hogy hiszékeny vagyok, és minden hülyének, együgyűnek hiszek, de ezen túl nem. Hát megnézem, hogy jön az e-mail, megnézem, hogy van-e valami, ha azonnal bannak, most e-mail cím tiltás, és akkor még nem tudsz küldeni többet. Ennyi időd van velem foglalkozni, már jobb, ha elkezdődik már az iskola szezon, meg a munka szezon. Na, lassan már jövő héthez szeretek kikövérni, aztán sok fia megy az iskolába, szelfáraszt, talán délután nem lesz olyan erőjük engem trókolni. Csináljad, csináljad. Ez azt jelenti, hogy, hogy engem szeretsz, vagy gyűlölsz, tök mindegy, de hát mégiscsak tudod a nevem, meg tudják a nevem, meg hírhet a nevem. Bármi meglepő. Jaj, nem híres vagyok, ha hírhet a nevem, inkább nem híres. Már a kutyám nevét is Facebookra beregisztrálták képpel együtt. Már az, nem az én kutyám, családi kutya, de kiskutyust is regisztrálták névve. Beírja, hogy Pipsi fel akar venni ennyi a Facebook. És akkor nekem magyarázzák, hogy nekem nincs életem. Hát akkor nekik még van. Nekem magyarázzák, hogy na mindegy, én ezzel be is fejeztem, mert megszüntettem a Facebookot, megszüntettem a telefonszámomat, és ennyi. Na, majd akkor el kéne menni kerékpárt órára hétköznap, szerda csütörtök környékén. Szerdán, mert akkor pont jó idő lesz. Akkor olyan 24-25 fokok lesznek az